városszociológia tulajdonképpen a kortárs társadalom legfontosabb jelenségeivel, vagy a városban zajló legfontosabb jelenségeivel foglalkozik. Amit elsősorban kihangsúlyoznék, az tulajdonképpen ennek az interdisziplináris jellege. Azaz elméleti vonatkozásokban hozza mindazt, ami a szociológiai megközelítések sajátossága, de nyilván kölcsönvesz egy sor egyéb társtudománytól ismereteket és tudnivalókat. Gondolok itt nem az antropológia tudományokra, a humánföldrajzra, az urbanisztikára, a tájépítészetre, építészetre általában, műépítészetre és így tovább. Tehát amiről az előadás szól, az nyilván a legfontosabb elméleti fogalmak megismerésén túl városban zajló társadalmi folyamatoknak a megismerése. Ilyenekre gondolok, mint például az urbanizáció folyamata és annak következményei, a túlnépesedés, túlzsúfoltság, közlekedési problémák, vagy pedig sokkal specifikusabbak, ilyenek, mint például a szuburbanizáció folyamata, vagy ahogy magyarul mondani szoktuk, a kertvárosodás, vagy pedig a dezurbanizáció, a város szétfolyás folyamatai. Aztán egy sor társadalmi problém, városban megjelenő társadalmi probléma, mint például a társadalmi egyenlőtlenségek kérdése, és ezzel kapcsolatosan a társadalmi szegregációjának a jelensége. Az tulajdonképpen olyan kérdésekre keresünk választ, hogy mivel magyarázható az, hogy a szegények külön máshol élnek a városban, mint a gazdagok. És végül az előadás utolsó része az megpróbál különböző filozófiai víziókat, vagy építészeti víziókat feltárni, azaz tulajdonképpen a város jövője hogyan néz ki, és mit gondoltak erről különböző gondolkodók a modernitás kezdeteitől mostanig. Vagy nem kizárólag elméleti vonatkozásokat tartalmazó előadás, hanem egy sor olvasmányélménnyel és gyakorlati élménnyel egészítjük ezt ki, hiszen nem maradunk az osztályterem falain belül, hanem kihasználjuk tulajdonképpen Kolozsvárt, mint terepet, abban az értelemben, hogy egy nagyvárosban lévén, nagyvárosban zajló folyamatok itt helyben megtapasztalhatók, tehát kimegyünk és megnézzük azt, hogy ezek a társadalmi jelenségek városban hogyan néznek ki. Hol alakultak ki, és hogy néznek ki különböző etnikai jellegű negyedek, hogy néznek ki a szegény negyedek, hogyan néz ki a posztmodern város és annak különböző intézményei, mit jelent a szuburbanizáció, mit jelent a gentrifikáció a városban, és miről szól tulajdonképpen a gazdagok és a szegények lakóhelyi szegregációja.